Szevasztok, örülök nektek! Dr. Dion Tamás Gábor vagyok, Sankovács 25 éve, több ezer tanítvánnyal, és András, te már voltál nálam. Igen. És mondd el nekem, hogy milyen tapasztalatod van, mert ugye emlékszem, akkor nagyon nem jó állapotban voltál, amikor itt voltál. Igen, a derekam is fájt, nehezen tudtam lehajolni, de abszolút pozitív tapasztalatokkal távoztam. Kedves hölgyet hoztál magaddal. Igen. Örülök, hogy itt vagy. Igen, nekem András nagyon jó barátom, és én egyébként ülőmunkát végzem, és rengeteg dologgal próbálkoztam, mert iszonyatosan fáj a gerincem meg a derekam. És próbálkoztam mindenféle párnákkal, lehet ugye kapni rengeteg ilyen segédeszközt ezekhez, jártam orvosoknál, masszőröknél, de egyszerűen sehol nem tudtak segíteni a problémáimon, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy Csontkovácshoz kéne forduljak, és András mesélte, hogy milyen jó tapasztalatokkal távozott innen, ezért gondoltunk arra, hogy elhoz magával. Akkor nézzük meg, hogy mennyit tudsz lehajolni egy felmérésképpen, állj ide előre, légy szíves, és akkor utána látom a felállás nem semmi, nem egyszerű, és akkor próbálj. És már látom, hogy nem baj, mi van már. Bocsánat, de... Nagyon fáj. Nem baj, mert úgy mész el innen, hogy reméljük, hogy bízom. Mi most az fog történni, hogy megbillentem a szerkezetet, és egy 45 fokosok beleszállott lefelé, és ezáltal a csigolyádat meghúzza, és akkor lazább lesz, és az a további kerelésnél nagyon jó hatással lesz meg. Vigyelni kell arra, hogy ne sokáig, mert legyen, mert a fejbe száll a vér. Pont ott van szembe az óra, látom, hogy mennyi ideig kell tartani. Hamarosan mindjárt visszaengedlek, és akkor mire háromat számolunk, egy, kettő, három, és akkor így vagyunk, és ilyenkor még nem szállunk le róla, egy-két percet állunk, mert meg lehet szédülni. Fellazítom először a gerincoszlopodat. Az a lényeg, hogy az izmok húzzák a helyére a gerincet, tudod? A gerinchez nem nyúlunk, csak az izmokhoz. Körkörösen. Mert az egyik láb feljebb kerül, azért van a probléma a gerincünkkel, mert a farunknál levő idegpályák, amik itt vannak, tőle, azok felhúzzák az egyik lábat, és azért lesz verd a gerinc, mert egyik rész följebb van. Lehet látni, és ezután mind a kettőt megcsináltam, vissza fogja engedni. Szerintem már ettől egyforma lesz a képlet. Ez az én találmányom, ez a módszer. Nézzétek meg, egyforma lett a két lába. Az alsó lábadat magad alá húzod, és fölül a kezeddel kapaszkodjál fölül, hogy meg kicsit így meghozlak, nem nagyon, csak egy hangyányi, tudod? Azért húztam ki, hogy folyadék menjen a lápa és a csont közé, mert is egy nagyon jó kis gyakorlat, hogy a gerincet elejére húzod, tudod? Így biztos érzed is, hogy csak úgy húzza a helyére. Csavarás, és akkor szépen helyére húzom ezt a részt. A legtöbb kollega 4-5 gyakorlatot csinál, és az nagyon kevés. Legalább egy 15 féle gyakorlatot meg kell csinálni véleményem szerint. Ez olyan gyakorlat lesz, ami a csipőnek a mély részét kezeli meg, és én összenyom, megpróbálod széjjel nyomni, jó? Széjjel is nyomd össze. Nagyon ügyes vagy, nagyon jó a belső csípő részeknek nagyon jó ez a rész. Amit fogok csinálni, hogy fellazítom a nyakadat, a lapockai részt fellazítom, és akkor erre a részre fog menni a kezelés. Ez egy picit még lehet érzékeny is, de a meszesedés, ami ott van, nyomhatja az ideget, akár ereket is. Tudod? És akkor... Jó, nem. Egy kicsit ember van. Van ilyen. Egy kicsit megemelem, és kézzel láttam olyan filmet, akinek gyak sok filme van, hogy állva csinálja ugyanezt a gyakorlatot, mögötte van, és így fölemelte, lógott a levegőbe a lába. És az életveszélyes, mert a gerinc velő elszakadhat, érted? És hát egyszerűen, amikor láttam, megütött a szél, komolyan mondom, szóval
ekkora felhőtlenséget. Mert ezerszer nincs probléma, ezzel egyszer van. Tarkolra a kezecskédet, légy szíves. Kicsit hátéphozom a kanapotkállat, érzed, biztos. Hát értem, kicsit kihúzom. Na most a helyére. Okay. Érezted, ugye? Igen. Csontkovács rész ennyi volt, szállj elég szíves óvatosan, és fogd meg a bokárod. Hát, eddig megy. Addig megy, de amikor jött, akkor csak térdig ment. Most jön a köpölyedés, az arra jó, hogy méreganyagokat kiszívja és vérkeringés javítás hozzon létre azon a részen, ahol csinálni fogom. Hát egy 5 percet körülbelül érdemes így hagyni. Valóban itt jobban fent alulom, tehát hogy valamivel... Hát az egy picivel vaskosabb. Valamivel, de... Lehetőség van arra is, hogy valaki kéri a fülpontok kezelést, ez azt jelenti, hogy a fülünkben akupunktúrás pontok vannak, minden, ami a testünkben csak létezik, és úgy van a gerincre, csípőre, térdre, egyéb részekre is akupunktúrás pont, és oda mágnesgolyókat teszem, nem tűvel, mágnesgolyóval, egy kis géppel megnyom előtt, és annak a helyére beteszem a megfelelő helyre a mágnesgolyót, és ez lényegesen csökkenti a fájdalmat. Körülbelül 2 hétig legyen ott, jó? Ha elesik, akkor hát ne fülödjél, vagy fülödjél, de nem úgy, hogy a füledet érje a víz, jó? Jó. Ugye én, mert a nagyon hatékony a segít. Hát én örülök. Köszönöm. Ahogy megbeszéltük, 2 hét múlva találkozunk. Ugye én a fülére nem vagy kimossal a golyókat, amit beletettem. Minden jól kívánok. 2 hét múlva. Köszönöm szépen.